február 9-én tartották a fúvósok báját a Devecseri iskola tornatermében. A jótékonysági célú rendezvény fő célja a zeneiskola támogatása volt. A belépőjegyekből és a támogatói jegyekből összesen 674 ezer forint támogatást gyűlt össze. A rendezvényt Ferenczi Gábor polgármester nyitotta meg, majd a fúvósok adták elő műsorokat, melyet vacsora és bál követett. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a most már hagyományosnak mondható jótékonysági bálunkon, amelyet én már évek óta a Devecseri Ifjúsági Fúvós Zenekar javára ajánlunk fel. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk, és tudom, hogy még a létszám növekedni fog a következőkben. Vannak olyan ügyek, amelyeket érdemes támogatni. A zene minden bizonnyal ilyen ügy. Nem csak azért, mert közhely, hogy a zene összeköt minket, összeköti az embereket, hanem azért is, mert Devecserben különösen sok tehetséges gyermek és fiatal él, akiknek nagyon kiváló tanáraik is vannak. És a zene szárnyán Devecser hírneve is messze jut, szélese hazában. Hiszen ezek a tanulók nagyon kiváló eredményeket értek el a tavalyi évben is, amihez ezúton is szeretnék városunk nevében gratulálni, és megköszönni a zenekar vezetőségének, illetve tanárainak a kiváló felkészítést. Úgyhogy tapsot én azt gondolom megérdemelnek. Tihászné Szabó Katalin és Ormán Laki Péter vezetésével felkészültek a zenekar tagjai a ma esti koncertre, amihez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, ahogyan az egész estéhez is. Köszönöm szépen, ezzel a bált megnyitom.